Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat igényel. Ilyen rendkívüli megoldásokat alkalmaz ma Európa szinte valamennyi kormánya, amiénk még adós ezzel. Pár órája tudjuk, hogy a kormány a hét közepére egy nagyjából 1300-1400 milliárdos intézkedés csomagot fog bejelenteni. A részleteket nem ismerjük, de két dolgot tudunk. Tudjuk, hogy késésben vannak, és látva az európai példákat, tudjuk, hogy hát ez egy nagyon szerény beavatkozás lesz. Mi itt az elmúlt napokban sokakkal konzultáltunk, közgazdászokkal, szakszervezetekkel is, hát mint a legnagyobb ellenzéki párt, összeállítottunk egy részletes 20 pontból álló javaslatot. Erről kívánok most önökkel beszélni. Igen, szerintünk ennél jóval nagyobbat kell lépni. A mi javaslatunk nagyjából 3000 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek, nagyjából a nemzeti jövedelem 7%-a, duplája annak, mint amire a kormány készül, ezzel Európa középmezőnyében foglalnánk körülbelül helyet. Miről szólnak ezek a javaslatok? Elsősorban arról, hogy tartsuk meg azokat munkában, akiket lehet. Ezért akik bajban vannak, csökken az árbevételük, azoknak adjunk, azoknak a cégeknek, akkor keresetpótló, bérkiegészítő támogatást, ha vállalják, hogy megtartják a munkavállalókat. Akiket még már elküldtek itt a veszélyhelyzet alatt, azokat ne munkanélküliségbe lökjük, álláskeresési támogatásra kényszerítsük őket, hanem arra, hogy kapják meg a korábbi bérük 80%-át. Akiket pedig elküldtek állásidőre, hát azok meg nyilván kapják meg a korábbi alapbérüket. Akik meg még korábban veszítették el az állásukat, tehát még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, azoknak segítsünk. Mondjuk azt, hogy az álláskeresési támogatás jogosultságának idejét meghosszabbítjuk 6 hónapra, ha meg leárt, akkor még mindig fennáll a veszélyhelyzet, akkor automatikusan hosszabbítjuk azt meg. A nyugdíjasok mindig sokkal jobban érzékenyek az ilyen válságokra. Azt javasoljuk, hogy attól függően, hogy kinek mekkora a nyugdíja, az alacsony nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 50.000 forintos támogatást kapjanak, mondjuk azok, akik pedig az átlag nyugdíj másfélszerese környékén kapják a nyugdíjat, ez olyan 210.000 forint körül van, ők meg egyszeri 10.000 forintot kapjanak. És persze segíteni kell azoknak, akik otthonápolási díjban részesülnek, vagy azok, akik úgynevezett rokkantsági nyugdíjon vannak, ők egyszeri 50.000 forintot kapjanak. Nagyon sokunk tapasztalja azt, hogy hát valamelyik kiskorú gyermekével egyel vagy több otthon kell maradni, apukának vagy anyukának. Itt nagyon különböző a gyakorlat, hogy mit csinálnak a munkáltatók. Azt javasoljuk, hogy hívjuk ezt most akkor vírusszabadságnak, erre a vírusszabadságra adjon a költségvetés kompenzációt, a korábbi bér 80%-át. Én másként gondolkodom meg a demokratikus koalíció arról, hogy kik a bátrak, nem úgy, mint a kormányfő. Szerintünk az egészségügyben dolgozók a legbátrabbak. Nekik végre rendezzük a bérüket azokkal együtt és egyformán, akik a szociális szférában dolgoznak. Ők kapjanak 100%-os fizetésemelést. Tudom és emlékszem rá, hogy a fegyveres szervek, rendvédelmi dolgozók közül sokan kaptak most egyszeri 500.000 forintos támogatást. Azt javasoljuk, hogy most ebben a különleges időszakban ezt ismételjük meg. Gondok lesznek a rezsifizetéssel. Hát hirdessünk rezsimoratóriumot. Mondjuk azt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ezeket az alapvető közműszolgáltatásokat nem lehet csökkenteni, azokat kikapcsolni vagy lekapcsolni, és természetesen értsük meg, hogy sokaknak lesz itt fizetési nehézsége. Ahogyan adtunk moratóriumot különböző hitelek törlesztésére, úgy adjunk moratóriumot ebben az időszakban a közműtartozások fizetésére is, amit természetesen később majd kamattal ki kell fizetni. Ezzel persze nem érünk a végére, hiszen vannak cégek, amelyeknek szintén segíteni kell, mert nem csak az emberekről beszélünk, hanem a gazdaságról is. Itt számtalan javaslatunk van,
különböző forgóeszköz hitelektől, ingyenes normatív hitelgarancia programig. Sok mindent azt gondolom, hogy meg kell tennünk, ezeket majd olvashatják részletes javaslatainkban. Ebben a helyzetben igen komoly gonddal fognak küzdeni a különböző állami és önkormányzati vállalatok, ezért aztán nekik, illetve a válság által különösen sújtott szektorok megsegítésére egy 400 milliárd forintos támogató segítő programot indítson el a kormány. A másik végén pedig ott lesznek az önkormányzatok, akiknek a nyakukba szakad egy csomó szociális feladat. Itt a legszegényebb térségekben sokan már éhséglázadást vizionálnak. Ezért aztán az önkormányzatok megnövekedett feladatainak segítésére, támogatására a szociális szférában egy 500 milliárd forintos rendkívül szociális alapot kellene létrehoznunk. És persze tudom, hogy mindig megkérdezik, hogy miből. Leginkább, bár vita van róla, de itt az ellenzéknek van igaza, használjuk azt a mozgásteret, amit az Európai Unió biztosított, az 2000 milliárd forint, és söpörjünk be olyan pénzeket, amelyek ott vannak a Magyar Nemzeti Banknál, ott van 250 milliárd forintnyi vagyon, hagyjunk fel a pazarlással, folytathatnánk a sort, és még az is lehet, hogy sokaknak nem kellene lopni, és engedjék, hogy a közösben maradjon a pénz. Szóval, hölgyeim és uraim, a Demokratikus Koalíció megtette javaslatát. Azt javasoljuk a kormánynak, hogy ezeket vegye figyelembe akkor, amikor végre majd megmondja, hogy mit tenne az országgal. Mert az országgal most már végre tenni kellene annak érdekében, hogy mielőbb visszatérjen a normális életbe.